Ebben az épületben működik a nyíregyházi kórház szülészet nőgyógyászati osztálya. Itt évente mintegy 3500-3600 gyermek születik. Az egészségügyi szakemberek azt tapasztalják, sok esetben információhiányuk van a szüléssel kapcsolatosan a kismamáknak és párjaiknak, ezért szervezték meg idén is nyílt napjukat. Az érdeklődők, fiatal egészségügyi tanulók és leendő anyukák a szülészeti osztályon többek között az alternatív lehetőségekről is tájékozódhattak. Mit nevezünk alternatív lehetőségnek? Azt nevezzük, hogy úgy vajúdik a kismama, hogy szeretne. Ez már régen így van nálunk. Nem muszáj feküdni, de ha ő úgy érzi, akkor lefekszik. Ha a sarkán szeretne vajudni, ha szeretne egy kis zuhanyzást a vajudás köré, vagy esetleg vízben szeretni a vajudás nehéz perceit véghez vinni, vagy éppen a párjával szeretne együtt egy labdán üldögélni, vagy zenét szeretne hallgatni. Annyi lehetőség van, hogy nem is találok, vagyis nem is jutok a végére. De mi várjuk őt, és meg fogjuk hallgatni, amit ő szeretné, és mi megmutatjuk, hogy mit tudunk majd kínálni ezekből az alternatívákból. A nyílt napon szoptatási tanácsokat is hallhattak az érdeklődők. Második generáció nő úgy föl, hogy közvetlen környezetében nem lát szoptatott anyát. Ezért van szükség a nőknek, az édesanyáknak, a szoptatásnak a segítségére. A laktogenezis folyamatát, az egész tejtermelés beindításának a folyamatát meséljük el, mondjuk el, segítünk nekik. A szoptatási testhelyzeteket, hogy igazából mindig egyénre szabott tanácsokat szoktunk adni, mert ez anyukának, pici babának ilyen tanács, következő anyukának olyan testhelyzet, az, ami beválik a táplálkozásban, a szoptatás alatti táplálkozásban, és az egészben, hogy az anyasággal ő hogy lesz anya, a szoptatással együtt, ebben segítünk neki. Az érdeklődők több szülőszobát is megnéztek, és az újszülött osztályra is beleshettek.